Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madártársat választ, virágom, virágom. Ez volt az első dal, melyet Zsikó Zsuzsanna nyilvános fellépésen elénekelt. Óvodás volt. Azt mondja, most így visszaemlékezve nem volt egyszerű a feladat, de elindította az úton, melyről a mai napig nem tért le. A bátyja nyomdokain járva a népdal éneklés lett az élete, jelenleg a Zeneakadémia végzős hallgatója. 2013-ban indult a felszállott apával tehetségkutatón, de erről már meséljen ő. 13-ban újra kiírták, 2013-ban ezt a versenyt, és hát... Mondom, lehet, hogy kéne, de még akkor sem voltam benne úgy biztos, és akkor le is járt a jelentkezési határidő, nem jelentkeztem, és akkor utána kiadtak egy közleményt, hogy meghosszabbítják a jelentkezési határidőt még 2 héttel. És akkor úgy furcsáltam, hogy hát lehet, hogy ez valami ilyen isteni jel, hogy mégiscsak jó lenne megpróbálni, de nem foglalkoztam vele, csináltam a kis dolgaimat, készültem az egyetemi felvételire, a koncertekre tanultam, gyakoroltam, úgyhogy nem igazán foglalkoztam vele, és akkor a meghosszabbított jelentkezési határidő utolsó órájában, ez este 11-től éjfélig tartott, gondoltam egyet, hogy jó van, csak úgy, poénból, mert miért ne, próbáljam meg, hát elküldöm azt a jelentkezést. Zsuzsi elindult és kiemelkedően szerepelt a versenyen, mely szélesre tárta előtte a kapukat. Azért egy televíziós műsor az ad egyfajta ismertséget, viszont ez nagyon nagy felelősséggel jár. Hát ugye elvégeztem a konzit, lassan a Zeneakadémiával is végzek, már eleve ezek is vonnak maguk után dolgokat, meg hát azért ezek is nagy felelősséggel járnak, de nyilván azután rengeteg felkérés volt, rengeteg ismerettségre tettem, vagy tettünk szert, és nagy feladat. Nagy feladat, főleg akkor 19 éves voltam, azért az nagyon fiatal, nem mintha most annyira öreg lennék, de teljesen más belecsöppenni egy ekkora adásba, egy ekkora műsorba, úgyhogy hát nagy feladat mindenképpen. Amióta van páva, azóta egyre többen táncolnak, és most leginkább a gyerekpávára térnék ki. 2 évad volt, ami a gyerekeké volt, mert azóta rohamosan iratkoznak be zeneiskolába a gyerekek, egyre többen táncolnak, akár táncegyüttesbe, akár külön járnak magántanárhoz, és hát ha már gyerekpáva, akkor a gyerekpávához köthető az is, hogy Budapesten a Fonó Budai Zeneházban azt hiszem, hogy havonta van kamasztáncház. Ami annyit von maga után, hogy 11-12 éves gyerekek muzsikálnak a velük egykorú gyerekeknek 7-től 10 óráig, este 7-től este 10-ig hivatalosan, de ott vannak még éjfélkor, meg éjjel egykor, és még mindig ugyanúgy táncolnak, énekelnek, muzsikálnak, és szerintem ennél csodálatosabb nincs. És nem 10 emberkéről van szó, akik ott vannak, hanem több százról. Tehát rengeteg, és akkor ugye ilyenkor nyilván a szülők elkísérik őket, úgyhogy
Szerintem kicsit így a gyerekek nevelik a szülőket bele ebbe az egészbe, ahogy például a mi esetünkben is volt. Az idei évadban a szervezők a győzteseket hívták vissza egyfajta gála műsorba. A verseny persze verseny marad, de az idei fellépők már hazajárnak a TV stúdióba. Annak van fontossága idén is, hogy közvetítsen az embereknek. Mert ugye ez inkább egy gála műsor, annak ellenére, hogy jó persze verseny, mert hogy tovább jutnak emberek, kiesnek emberek, de igazából ez szerintem inkább arról szól, én legalábbis úgy érzékelem, hogy közvetítsen az embereknek, hogy megmutassa azt, hogy tényleg milyen csodálatos kultúránk van, és kifogyhatatlan kincsekkel rendelkezünk, bármelyik ágat is nézzük, és muszáj, hogy Kodály országában ez helyet kapjon. Zsigó Zsuzsi esélyes az idei győzelemre is. Ha nyer, a nyereményét szülőfalujának művészeti csoportjának akarja felajánlani. Bármi is lesz a vége, sokat tanultam belőle, mondja. De azért a szavazatokra szükség lehet a győzelemhez. A 48-as a nyerőszám az idei versenyen. Lámin piciny menyecske vagyok, ugye rózsám, de helyes vagyok. Ami picit főzök, jó ízűt, magam vagyok, szép rózsaszínű. Ami picit főzök, jó ízűt, magam vagyok, szép rózsaszínű.